Sziasztok, ez itt a Nappaliban az Áramgyár magazin beszélgetős műsora, csak most egy kicsit másként. Az továbbra is igaz, hogy ismert szerzőkkel izgalmas kulisszatitkokról beszélgetünk, de a jelenlegi helyzetre való tekintettel személyesen nem tudunk találkozni, úgyhogy távinterjúkat készítettünk. Mai vendégem Budai Lotti, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat a Nappalimba. És amikor mi elkezdtük először beszélni ezt, hogy készítünk egy interjút, vagy készítek veled egy interjút, az még azért jó pár héttel ezelőtt volt. Hogy töltötted ezt az időszakot? Mennyire volt neked ez megterhelő? Hát szia és sziasztok, és köszönöm a felkérést. És hát egy elég komoly kérdéssel sikerült indítani. Most így elképzelem így a 4-5-6 héttel ezelőtti önmagamat. Egyébként ennek van is egy jó kis tárgyi emléke, ezt így meg is tudom mutatni neked. Ezt így akkor a lakótársammal készítettünk, egy ilyen kis, nagyon szép, kint van a hűtőn azóta is egy ilyen, nem is tudom, emlékfal, vagy ilyen motivációs és eredmény tábla, ahol felírtuk, hogy ki mit akar elérni a karantén alatt, és hogy egyáltalán így milyen pozitív dolgokat találunk ebben is, hogy így hosszú távon is így mondjuk mit fogunk ebből profitálni. Azt hiszem összességében ez az időszak nekem nagyon-nagyon-nagyon jó, tehát nagyon-nagyon szükségem volt rá, és nem is feltétlenül a pipálgatások, meg az eredmények, meg hogy mit sikerült, mit nem sikerült, a könyvespolcot is rendbe raktam, leportalanítottam többek között, de hogy azt hiszem most először kezdtem nagyon befelé figyelni. Előttem van egy szép album, ugye a Rizsporos hétköznapok, és ennek majd nem sokára jön a második része. Korábban is történelmi regényekben utaztál, ez is ugye mondjuk nem regény, de történelmi hátterű munka. Mi vitt téged az ilyen típusú témák felé? Egy nagyon kedves, nagyon üdítő személyiség vagy, egy nagyon helyes lány, és ezek azért elég falsúlyos témák. Ugye az előbb mondtad is, hogy olyan kedves, helyes lány benyomását keltem, ezzel egyébként én is tisztában vagyok, sok előnye van az életben, amikor az embert egyébként ilyen nagyon, nagyon, nagyon cuki kis pozitív kis Barbie-nak akár el tudják könyvelni. Vannak ezért ennél mélyebb rétegeim is, és ezek közül az egyik az olyan, aminek én valamilyen úton, módon akartam utat engedni az írói munkám során, illetve annak révén. Nekem az emancipáció, a női egyenjogúság és egyetlen az, hogy tekintünk ma a nőkre, a női létre, pláne itt Magyarországon, ez nekem egy nagyon nagy veszőparipám, és tekintve, hogy nem vagyok szociológus, vagy nincs semmilyen olyan végzettségem, hogy én most nagyon nagy mélységekig belemenjek abba, hogy hogyan is áll ma Magyarországon, vagy Európában, a világban a női egyenjogúság. Arról viszont fokkal hitelesebben, még ha még mindig amatőr szinten, de tudok beszélni, vagy írni, hogy mi volt régen. Ez mennyire volt tudatos felépítés, hogy lehet, hogy én most nagyon leegyszerűsítem, de én azt látom, hogy az első album egy picit populárisabb, egy picit könnyedebb, a második azért úgy, hogy felkeltette már az első az érdeklődést, azért egy mélyebb vizekre elvez. Nem mondom, hogy ez nem feltétlenül igaz, de azért második kötetet sem úgy kell elképzelni, ami a nagyon, mondjuk így nagyon megrázná az olvasókat, vagy az olvasóhölgyeket. Két lehetősége van egy írónak, főleg, hogyha már ilyen kicsit ismeretterjesztő, szórakoztató albumokat is ír. Összegyűjthet például olyan nőket, akik egy férfiak uralt a világban nagyon egyedit tudnak nyújtani, aminek szintén megvan a maga értéke, mert példaként is szolgálhatnak a mai nőknek is. Illetve megnézheti az átlagot, azt, hogy milyen volt egy átlagos női múlt, ami sokkal megrázóbb és fájdalmasabb, mint mi azt igazából ma még el tudjuk képzelni. És ennek a múltnak úgy még igazán nincsen most sem vége sok szempontból, és ennek a folyamatát szeretném majd ez a könyv egy kicsit bejárni, de azért megőrizve egy kicsit ezt az ismeretterjesztő, és nem is azt mondanám, hogy szórakoztató, de a figyelmet lekötő stílust. És tulajdonképpen ezért lesz majd ennek a könyvnek a koncepciója az, hogy ilyen történelem során a nők számára nyitva álló életutakat fogunk bejárni. Mondjuk a középkorban egy olyan országban, ahol mondjuk tényleg feudalizmus volt, egy jobbágy számára nyilván be volt keretezve az, hogy ő honnan hova juthat el az élete végig,
De azért egy férfi számára, ha máshogy nem, de legalább kulturálisan és elméletben nyitva állt a kitörés, a változtatás lehetősége. Tehát, hogyha megnézzünk egy régi népmesét, az is nem hiába szól legkisebb szegény legényekről, meg legkisebb királyfikról, akik megváltoztatják a sorsukat. De egy nő, tehát egy nő viszont lényegében egy kalickában élt el az életét, és ez hiába költözhetett egyre több kalickába, vagy egyre nagyobba, ez folyamatosan ugyanaz maradt, és az lenne a lényeg, hogy valahova oda jussunk el, hogy nincsenek ilyen előre lefektetett és kikövezett utak a nők számára. Te tapasztaltál az életed során akár kettős mércét, vagy akár olyan bánásmódot, amit nőként úgy érzed, hogy pontosabban nőként kaptál meg, és ha férfi lettél volna, akkor nem így éled meg? Ez egyébként azért nagyon érdekes kérdés, mert valahogy nekem így a férfi társaságom, vagy azok a férfiak, akikhez én így kapcsolatba kerültem bármilyen szinten is éltem, mert nagyon felvilágosult, nagyon liberális, akik számára az emancipáció egyszerűen nem is kérdés, meg az egyenjogúság. És épp ezért a saját bőrömön nem tapasztaltam olyan nagyon erős atrocitást, és annak ellenére, hogy ez mégis ez a kérdés ilyen indulatokat tud bennem kovácsolni, tehát egyszerűen csak ha hallok akár, nem tudom, áldozathibáztatásról, vagy arról, amikor még a férfiak mindig képesek azt mondani, hogy ja, az a nem is olyan volt igazából, szóval, hogy amikor, tehát ez a belülről jövő ilyen harag, ezt én simán el tudom képzelni, vagy valami ilyen örökölt női sors próbál így bennem tiltakozni, vagy akár így kicsit így, ha belemegyünk a pszichológiába, egy ilyen kollektív női tudattalan, ami hát lényegében tele van szenvedéssel és fájdalommal. Ha objektíven közelítjük meg ezt a kérdést, akkor van még miért felemelni a hangunkat, vagy alapvetően lehetünk elégedettek? Azt hiszem, hogy amíg jönnek fel témák, de akár például a nemrégiben lezajlott MeToo mozgalmat, nyilvánvaló, már mielőtt ez így felszínre került, nyilván azelőtt is azt hittük, hogy hú, most már nagyon jó, és most már nagyon célegyenesben vagyunk, és akkor jött egy ilyen rettenetes gyeny buborék, ami így ki feldobott megint a felszínre egy csomó olyan dolgot, amivel még nem foglalkoztunk. Tehát amíg ilyenek jönnek fel, és ezek, amikor feljönnek, nyilván olyanok, hogy így valami a napfényre kerül, lehet, hogy lesz néhány vadhajtás belőle, de ez a dolgok rendje, és utána lehet tovább tisztulni. És egyébként például, amit mondta, hogy igen, egy nőnek lehet karrier, eldönteti, hogy karrier, család, vagy mindkettő, de most azért azt ne vegyük ki a képből, hogy például talán ez most így nagyon utopisztikus hangzik, de amikor már nem is lesz kérdés, mondjuk, hogy egy, tehát miért nem kérdezzük meg egy férfit, hogy te családapa vagy karriert építesz. Tehát amíg valakinek meg kell magyarázni, hogy ő miért ezt vagy azt választja, vagy miért ezt a kettőt, és amikor ezt a kettőt össze akarja kombinálni, az miért kerül neki 600-szor több erőfeszítésbe, mint egy férfinak. Szóval amíg ilyen témák és problémák vannak, addig szerintem még nem mondhatjuk azt, hogy nincs hová fejlődni. Tekinthető ez esetleg egy kicsit a lezárásának is a te történelmi témákhoz való vonzódásodnak? Ami pedig hát a lezárást illeti, hát ebből a szempontból is sok mindent hozott nekem a karantén. Most úgy elérzékenyülök, mint hogyha tényleg búcsúznék valamitől, vagy valakitől. Nekem a történelmi regények iránti rajongásom az így valószínűleg egy múlhatatlan valami lesz. Rengeteget köszönhetek nekik. Nem beszéltük meg, hogy mi interjú lesz, de azért azt egyébként elmondanám, hogy én nekem nem volt egy nagyon boldog kamaszkorom, tehát, hogy én egy elég kicsit ilyen magányos, elszigetelt, és egyébként a mostaninál egy olyan 25-30 kilóval testesebb, de viszont magasságra ugyanekkora lányzó voltam, és hát nem nagyon voltak mindig barátaim, és a barátaim azok a történelmi regények voltak, a kedvencek mindig itt csillakoznak a polcokon, tehát hogy ők nekem egy ilyen örök társak maradnak, akik nagyon sok mindenen át segítettek, hát illetve segítettek megtalálni az írókámat, én legalábbis így hívom, az rá felfedezni magának az írásnak a csodáját. Amikor kint éltem Párizsban, én szertettem egy tündéri fogadott dédnagymamára, akihez én a mai napig járok ki a látogatóba, ő magyar egyébként. Ő az én jutkamamám, és ő mondta nekem azt, hogy amikor elolvasta a Boros Jenszemét, hogy Latikám, ez nagyon szuper és fantasztikus, el is viszlek a Prokóba vacsorázni, mert az a étterem már akkor is létszett, de figyelj, hol vagy ezekből a könyvekből te?
És akkor nekem ez így bemászott a fülembe, ő azóta 6-szor bocsánatot kért, hogy ő nem akarta így megaknázni az én történelmi regényíróságomat, de így valahol úgy érzem, hogy azért ez most már lassan hát most a most megjelenő Rizsporos könyv már így azért a 10. megjelent könyvem lesz, hogy így most már tudok egy akkora levegőt venni, hogy egy kicsit jobban belereszkedjek én is ezekbe a történetekbe, amiket még meg fogok érni, kicsit több legyen belőlük magamból, és több legyen belőle azokból az emberekből, azokból a nőkből, a férfekből, akik ma élnek itt körülöttünk. Még körvonalazódik, de van bennem egy nagyon-nagyon szép regényötlet, de az biztos, hogy mondjuk így napjainkban is Magyarországon is fog játszani, pont azért, hogy közvetlenül explicite tudja magát beleélni az olvasó az én szereplőimnek az életébe. Lezárásként akkor foglaljuk egy kicsit össze, hogy milyen megjelenéseid várhatóak, mi az, ami már konkrétan tudható, hogy mikor érkezik, és esetleg ez az új típusú regény, ami már nem történelmi, ez most milyen stádiumban van? Hát ami nekem érkezik, az ugye a Rizsporos hétköznapok lesz a második kötete, ő ilyen október végén, november elején érkezik, hogyha jól tudom, azon gőzelővel folyik a munka, ami egyébként sok szempontból nagyobb kihívást jelent, mint mondjuk az első kötet volt, mert divat történet terén több olyan tudás épült már be, amit könnyedén elő tudtam hívni, és kevesebb kutatómunkát igényelt, és azért a hétköznap, tehát ebből én sem tudom, hogy mennyi ideig tartott mosni 500 évvel ezelőtt, és mit használtak mosószerként, tehát hogy ez több idő igényel, és azért kutatómunkára és az alaposságra mindig nagyon kényes voltam, és úgy voltam vele, hogy ezt felelősséggel úgy tudom egy nagyon szép, hiteles és igényes kötetté gyúrni ezt az ötletet, hogyha most őszig csak ezzel foglalkozom. És éppen ezért most egyelőre úgy néz ki, hogy ez az új regényem, ami hát egy ilyen kis első bálózás lesz a 21. századi történetek között. Őt most egyelőre tavaszra tervezzük, illetve hát utána majd meglátjuk még mi, hogy jön egymás után. Lottin, köszönöm szépen az őszintességedet és az interjút, és nagyon sok sikert kívánok az új megjelenéseidhez. Nagyon szépen köszönöm, és puszillak téged is, és minden olvasót. Szia! Remélem tetszett az adás, jövő héten találkozunk. Addig is iratkozzatok fel az Álomgyár magazin YouTube csatornájára. Sziasztok!